Fekete mezben léptek pályára a 60-i kézilabdások hétvégén heves csapata ellen. Évek óta komoly presztízsharc folyik a két gárda között, különféle eredményekkel. A mostani mérkőzésen is érezhető volt, hogy mindkét csapat a győzelemre hajt. Az első félidő végére még nem lehetett eldönteni, mi lesz az eredmény, 17-17-tel vonultak le a pályáról. Kedves László edző elmondta, az előző mérkőzéshez viszonyítva, a kiváló kapus teljesítményük mellett most a szélső játékosok is jól játszottak, ennek köszönhető, hogy a második félidőben 32-29-re nyert a 60-i csapat. Nagy küzdelem volt mind a két csapat részéről. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, mert a Heves hasonló képességű csapat, mint mi vagyunk, és sok-sok hibával játszott mind a két csapat, úgy védekezésben, mint támadásban. Felkészültünk rendesen a mérkőzésre, gyakorlatilag nagyon sok sérülés és betegség továbbra is hátráltatta a mérkőzésünket, illetve a felkészülést. Végül is, ami jól sült el, hogy az utolsó 5 percben sikerült megnyerni a mérkőzést, habár nagyon-nagyon izgalmas volt. Talán a csapat akkor hitte el igazán a győzelmet, mikor a második fél időben már egyszer elmentünk 3 gólra, és onnét visszajött a Heves. A 60-i edző elmondta, szinte percről percre változott a játékképe. Végig szoros volt a mérkőzés, és bár volt olyan, hogy a hevesi csapat 3 góllal vezetett, végül a 60-iaknak az utolsó 5 percben sikerült megfordítaniuk a mérkőzést, és 3 góllal nyertek. Ezzel a győzelmével a HKSS-e ismét a 6. helyet foglalja el a tabellán. 2 fontos mérkőzés vár még a csapatra ebben a szezonban. Jövő vasárnap a TFS-e otthonában lépnek pályára, december 11-én pedig a Gödöllői KC csapatát fogadják itthon.